Amint látható, ez itt a Ganoderma. Nagyon különbözik a japán ganodermától és a kínai ganodermától is, mivel ez egy trópusi ganoderma. Az utóbbi 23 évben folyton azt kérdezik tőlem, hogy hogyan találtam rá a ganodermára. Malajzia erdeiben, amerre csak a szem ellát, mindenhol találhatsz ganodermát. Tehát az első találkozásom a ganodermával a 80-as évek közepére, 85-re vagy 84-re tehető. Akkoriban volt, hogy ellátogattam a Mudagáthoz és Perem vidékére, és ott az emberek mutogatták nekem ezt a gombát. Mivel mérnök voltam, bíztak benne, hogy meg tudom mondani, mire használható. Ezek után elkezdtem járni a maláj erdőket, és rengeteg ganodermát láttam. Az erdőkben a mai napig láthatsz kicsit és nagyot, magasan a fák tetején, és alacsonyan, egy szóval rengeteg fajta ganodermát találhatsz. Tehát kísérletezni kezdtünk velük, megvizsgáltuk a hatékonyságukat, és végül 6 fajt választottunk ki. Ezek voltak a leghatékonyabbak, így lettek a DXN ganodermái. Miért éppen a ganoderma lett a DXN fő terméke? Először is a ganoderma kimagasló pozíciót tölt be a hagyományos kínai orvoslásban. A ganoderma és a cordyceps állnak az első helyen, ezeket követi a ginseng. Tehát, amikor beazonosítottam a ganodermát, érthető módon nagyon izgatott lettem. Malajziában nincs ginseng, de van ganoderma. Isten nagyon kedves hozzánk. Nagyon izgatottak lettünk, hiszen ez egy rendkívüli növény, és tudtuk, hogy ha képesek leszünk megfelelően promotálni ezt a terméket, és eljuttatni a világ minden pontjára, akkor sok embernek segítünk visszaszerezni az egészségét. Ezért koncentrálunk a mai napig a ganodermára. És annak ellenére, hogy mi lettünk a legnagyobb ganoderma vállalat a világon, még mindig erre a növényre fókuszálunk, mivel a DXN egy igazi ganoderma vállalat. Mindig is az lesz. Az emberek természetesen felteszik a kérdést, hogy miért van szükségünk a ganodermára. Az ok nagyon egyszerű. A ganoderma egy táplálékház. Tele van tápanyaggal, több mint 400 féle tápanyag található benne. Napjainkban az embereknek azért van egészségügyi problémájuk, mert nem kiegyensúlyozott az étrendjük. Amikor az étrendünk nincs egyensúlyban, igazából alultápláltak vagyunk. Tehát a ganodermával egyensúlyba hozhatjuk a táplálkozásunkat. Ezen kívül a ganodermának 2 fontos funkciója van. Az egyik a méregtelenítés, kiüríti a méreganyagokat a testből, és mivel tápanyagokban gazdag, helyreállítja a test működését, így az regenerálódik. Azt szoktuk mondani, hogy minden egészségügyi problémának 2 oka lehet, a méreganyag vagy a szervezet egyensúlyát felborító elváltozás. Például, ha valaki étszes, annak oka egy nem kívánatos vírus, amire méregként tekinthetünk. Amikor pedig valakinek szív problémája van, az a szervezet megbomlott egyensúlyára utal. Emlékszem egy indiai szívsebészre, aki több mint 20 000 nyílt szívműtétet, koszorúérműtétet, stb. Hajtott végre. Végül DXN termékeket írt fel a betegeinek. Azt mondta, hogy minél többet operál, annál több beteg érkezik, és 6-7 hónappal a műtét után ugyanazzal a problémával térnek vissza hozzá. Ezért eléggé elfáradt, belefáradt. A ganodermával azonban hamarosan elérte, hogy a betegek felét nem kellett műteni, mivel ez a termék képes feloldani az elzáródást. Nagyon jó, hogy azok a betegek, akik sok ganodermát fogyasztanak a műtét előtt, utána már nem jönnek vissza. Ez azt jelenti, hogy a testünk képes fenntartani a jó állapotot. Ezért nagyon fontos a ganoderma a modern életben.
A modern élet tele van méreganyaggal. A tápanyag hiány miatt a testünk sok része nem működik megfelelően, a ganodermával pedig méregtelenítjük és egyensúlyba hozzuk szervezetünket. Tehát ez egy tökéletes élelmiszer a mindennapi életünkhöz. Sokan felteszik nekem a kérdést, Dr. Lim, milyen táplálékkiegészítőket szedsz? Azt várják tőlem, hogy a ganodermáról beszéljek. Mondtam nekik, hogy az én táplálékkiegészítőm a rizs, a kenyér. Azt mondják, hogy az rendes élelmiszer. Nem, az nem megfelelő táplálék. Az én igazi táplálékom a ganoderma és a spirulina. Ganodermát és spirulinát fogyasztok. Ez így elegendő tápanyag, és emellett ehetek kenyeret, rizs, bármit, sült, nem okoz gondot. Ez az étrendkiegészítőm, és ez a rendes élelmiszerem. Ezért a ganoderma nem gyógyszer, hanem valódi megfelelő élelmiszer, mivel tápanyagban igen gazdag. Egy nap, amikor találkozom volt Malajzia déli részén, Johorban, ami Szingapúr közelében található, oda hoztak hozzám egy embert Szingapúrból. A karjukban hozták ezt a nagyon beteg embert. Megkérdeztem, hogy mi történt. Egy nagyon gazdag ember volt. Elment Kínába, és egy ismeretlen vírus valahogy megfertőzte. Szóval amikor visszatért Szingapúrba, sok doktornál és kórházban járt, ám az állapota egyre rosszabbodott. Elektromikroszkóppal látták a vírust, de nem tudták beazonosítani. Tehát az állapota egyre romlott. Végül a veséje kezdte felmondani a szolgálatot. Amikor a vese károsodik, az arcbőr elsötétül. Látszott, hogy nagyon beteg volt. Ezután megkérdezte, Dr. Lim, milyen vírusom van? Azt feleltem, nézd, az utóbbi 3 hónapban a legjobb kórházakban és laborokban voltál, és nem tudták beazonosítani a vírust, velem mindössze 3 percet találkoztál, hogyan tudnám megmondani, milyen vírus? Azt mondta, Dr. Lim, meg fogok halni. 2 hónapot adott az orvos. Mondtam neki, hogy nem. Nem eszik olyan forrónak ását. Mondtam, hogy nem szükséges tudnunk, milyen vírustól szenvedsz. A vírust nagyon nehéz kezelni, mert 20 perc alatt mutálódik, de az immunrendszerünk hamarabb, alig néhány perc alatt képes reagálni. Tehát fel kell erősítened az immunrendszered, és akkor a versenyben kiderül, hogy ki fut gyorsabban. Ha a vírus a gyorsabb, akkor meghalsz. Ám ha az immunrendszered gyorsabban fut, mint a vírus, akkor túléled. Tehát megkérdezte, mit tegyek. Azt ajánlottam, hogy szedjen megadózist, fogyasszon sok RG-t és GL-t. Ezután visszament Szingapúrba, és nagyon sok RG-t és GL-t fogyasztott. És túlélte. Felépült. A mai napig nem tudjuk, milyen vírus volt, de bizonyítást nyert az elméletünk, miszerint a ganoderma gyógyítja a testet, a test pedig a betegséget. Ez az egyik legjobb példa, amivel találkoztam. Nagyon sok ember amiatt aggódik, hogy szedjenek ganodermát. Úgy tanultuk, ha a beteg ember túl sok gyógyszert vesz be, meghal. Tehát tévesen gyógyszernek tekintik a ganodermát. Azonban ez nem gyógyszer, hanem élelmiszer. Mindig elmondjuk a betegeknek, annak ellenére, hogy betegek, fogyasztaniuk kell kenyeret, rizst és egyéb élelmiszereket. Ez nem gyógyszer, hanem élelmiszer, tehát fogyasztható. Nagyon sokan amiatt aggódnak, hogy ha ganodermát fogyasztanak, számos mellékhatással kell számolniuk. Elmagyaráztam nekik, hogy a mellékhatás a reakció a testnyelve, a szervezet belsejéből érkező üzenet. Nem kell félni, a ganodermának nincsenek mellékhatásai. A mellékhatás nem a ganoderma, hanem az immunrendszer okozza. Az immunrendszereden múlik, hogy életben maradsz, vagy meghalsz. Az immunrendszered erős, életben maradsz, ám ha összeomlik, meghalsz. Ha erős az immunrendszered, akkor az hatékonyan tud kommunikálni. Természetesen rengeteg reakcióra számíthatsz, de ezektől csupán 1 vagy 2 hétig szenvedsz. Hagyd, hogy a tested szóljon hozzád. Ha ganodermát fogyasztasz, tisztítod a szervezeted és újraépíted. Nincs mitől félni. Nem kell aggódni, akár beteg vagy, akár egészséges. Sokan kérdezik, hogy ki fogyaszthatja a ganodermát. El szoktam mondani, hogy azon kívül, aki még nem érkezett meg erre a világra, vagy aki már búcsút mondott a földi életnek,
Bárki fogyaszthatja. Ez a várandós nőkre is igaz. Nyugodtan élhet vele, amikor a gyermek még a méhében van. Még a 80, 90 és 100 éves emberek is életkorra való tekintet nélkül. Műtétek előtt és után is, tehát betegen vagy egészségesen, bárki fogyaszthatja a ganodermát. Amikor rizst fogyasztasz, azt túladagolhatod? Vagy amikor kenyeret eszel? Nem lehet túladagolni az élelmiszer. Ha többet viszel be, nem hasznosul. Ha sok rizst eszel, kicsit kövér leszel, de nem halsz bele. Ezért nem mondhatunk olyat, hogy túladagolható a ganoderma. Előfordul, hogy valaki 30 RG-t és GL-t fogyaszt. Vannak olyan esetek is, melyekben az orvos 120 pár RG-t és GL-t ad a betegeknek, mert nagyon súlyos, kritikus állapotban vannak. Mégis életben maradnak. Tehát nincs olyan, hogy ganoderma túladagolás, ahogy nincs tej, víz vagy egyéb élelmiszer túladagolás sem. Sok ember még mindig rosszul gondolkodik. Tévesen azt hiszik erről a termékről, hogy gyógyszer. Tételezzük fel, naponta beveszek 3 szemet, 3 kapszulát, és azt gondolom, hogy attól erős és egészséges leszek. Ez nem így működik. Háromféle adagolási kategória van. A normál adagolás normál esetekre, azaz nem súlyos esetekre vonatkozik, és van a súlyos, valamint nagyon súlyos esetekre vonatkozó adagolás. Normál esetben a napi működéshez elegendő 3 kapszula. 3 és 6 pár kapszula között mozog a javasolt adag. Amikor valaki nem érzi jól magát, sok komoly probléma van a testében, célszerű lehet fél megadózist alkalmazni, 15 RG-t és 15 GL. Fél megadózis, 15-15 RG-GL. Végül vannak nagyon súlyos esetek, amikor a megadózis javasolt 30 RG és 30 GL. Az adagolásnak semmi köze a betegséghez, az adagolásnak a szervezet állapotához van köze. Tehát, ha a test állapota nem túl rossz, akkor 3-tól 6 pár naponta, ha a test állapota rosszabbodik, 15 pár naponta, és ha az állapot nagyon rossz, 30 pár naponta. Ennyit az adagolásról. Szóval nem az van, hogy cukorbetegségre hány pár, magas vérnyomásra hány pár, szívproblémára hány pár. Ez nem így működik, ez nem gyógyszer. Volt néhány spirulina cég, amely folyamatosan támadta a tagjainkat. Azt mondták, hogy a mi ganodermánk nem tartalmaz aminósavat, nem tartalmaz omega-3-at, omega-6-ot, és nincs benne klorofil. Éppen ezek miatt kezdtem el tanulmányozni a spirulinát. Tudósok vagyunk, és bár egymással versengünk, a spirulina nem lehet ennek az áldozata. Tudósok vagyunk, tehát tanulmányozunk. Ahogy egyre jobban tanulmányoztuk a spirulinát, egyre jobban beleszerettünk. Nagyon jó élelmiszer, legalább olyan jó, mint a ganoderma. Ezután elkezdtem mintákat rendelni. Mintákat rendeltünk Amerikából, Ázsiából, Tájföldről, Indiából, még Afrikából is, mert ott vannak sósvízi spirulinák. Nagyon sok fajt importáltunk Malajziába. Nem az összes alkalmazkodott, tehát laborban termesztettük. Ezután a tóba tettük, de sok elpusztult. 90%. De ami túlélte, az biztos jó spirulina. Azokat kivontuk, a laborba vittük és szaporítottuk, visszatettük a vízbe, de 80%-uk ismét elpusztult. Ám a halálozás egyre csökkent. Végül teljesen alkalmazkodtak. Tehát Malajziában 6 hónapig naponta tudunk spirulinát szüretelni. Ezért lett nagyon fontos termék. Az emberek felteszik nekem a kérdést, hogy miért spirulina. Mert a spirulina és a ganoderma 100%-ig kiegészítik egymást. Nem ismétlődnek a tulajdonságaik. A spirulinában nincs nukleinsav, azonban a ganoderma tele van vele. A nukleinsav fontos a sejtek működéséhez és máshoz is.
A poliszaharid a ganodermában magas polimerű, míg a spirulinában alacsony polimerű. Szóval, ha ezt a kettőt kombináljuk, akkor a poliszaharidok teljes spektrumát kapjuk. Az alacsony polimertől a magasig. A ganodermában nincs fehérje, a spirulina tele van aminoproteinnel. A ganodermában nincs omega, ám a spirulina tele van omegával. They may not have any nosins, they may not have so many type of product that Ganoderma is coming in. That's why ezért mondjuk a ganodermáról és a spirulináról, hogyha a ganoderma a király, akkor a spirulina a királynő. És amikor ezeket együtt fogyasztjuk, akkor tökéletes élelmiszert kapunk. Ezért is van ennyi csodálatos terméktapasztalatunk, amikor ezt a kettőt kombináljuk. A spirulinával ugyanaz a helyzet, mint a ganodermával. Tehát a spirulinát ugyanúgy kell szedni, mint az RG-t és a GL-t. Tegyük fel, hogy 15 RG-t és 15 GL-t szedsz, akkor 15 spirulinát szedhetsz, vagy a dupláját. Tehát ugyanannyit, vagy a dupláját. Ha valami vérrel kapcsolatos gondod van, akkor megduplázod, ilyen egyszerű. Tekintsd élelmiszernek, és ne aggódj túl sokat az adagoláson. Az én igazi táplálékaim a ganoderma és a spirulina. A ganoderma és a spirulina nem a táplálék kiegészítőm, hanem a fő élelmiszerem. Miért mondtam ezt? Mert a ganodermában több mint 400 féle tápanyag van, a spirulina 200-300 féle tápanyagot tartalmaz. Ezeket kombinálva 6-700 tápanyagot kapunk, ez több mint elegendő. Ezért kellene mindenkinek a ganodermát és a spirulinát fő táplálékként és nem étrendkiegészítőként fogyasztani. Ha a spirulinát és ganodermát fogyasztasz, biztos lehetsz benne, hogy gondoskodtál a napi tápanyagodról. Hogy megvan. Amikor elmentem Németországba, feltettek nekem egy kérdést. Azt mondták, hogy sok német depresszióval küzd. Véleményem szerint a depresszió nagyon súlyos probléma Európában. Azt kérdezték, hogy mi a depresszió fő oka Európában, különösképpen Németországban. Erre mondtam a németeknek, hogy alultápláltak vagytok. Mindannyian nevettek, csak nevettek és nevettek. Azt mondták, doktor Lim, hogy lehetséges ez, hiszen mi itt Németországban organikus élelmiszert fogyasztunk, és figyelünk az étkezésre, hogyan lehetünk alultápláltak? Mondtam nekik, hogy kétféle alultápláltság van. Az egyik, ha nincs elég ennivaló, mint Pakisztánban és Afrikában, és mindenki tudja, hogy ott alultápláltak az emberek. De ha nagyon megválogatod, hogy mit eszel, csak bizonyos ételeket fogyasztasz, akkor az étkezésed nem elég változatos, és ebben az esetben is alultápláltá válsz. Megkérdezték, hogy mi a bizonyíték erre. Mondtam, hogy nagyon-nagyon egyszerű bizonyítani. Nincs is szükség ganodermára vagy spirulinára ahhoz, hogy bizonyíts. Csak elmész a szupermarketbe, és veszel 5-6 féle zöldséget, feldarabolod őket, levest készítesz belőle, és megiszod. Ha megfelelően táplálkozol, akkor ha nincs hír, az a jó hír. Semmi nem fog történni. Ám, ha alultáplált vagy és megiszod a levest, a sejtjeid boldogok lesznek, és ha a sejtek boldogok, akkor jeleket küldenek. Sajnos a sejtek csak egyfajta jelet tudnak küldeni, fájdalmat. Az egész testet fájni fog, itt is, ott is sok reakció lesz. És képzelhetitek, hogy Németországban az emberek több mint 75%-a így reagált a levesre. Ezek után elmondtam nekik, hogy fogyasszanak ganodermát és spirulinát. Sokkal hatásosabbak, mint a zöldség. Sokkal fontosabbak, mint a zöldség. Ezért most Európában sok ember elkezdett RG-t és GL-t fogyasztani fő táplálékként. RG-t és GL-t raknak a zappehelybe, a kávéba, a kenyérre. Ez nagyon jó irány Európában.